A Snyder vágás létezik, olyannyira, hogy még egy előzetest is kapott, és ugyan Zack Snyder az elmúlt hónapokat azzal töltötte, hogy a filmet promózza, csak a tegnapi DC fandom alkalmából pillanthattunk végre ténylegesen is bele a filmbe. És az már ennyiből is kiderült, hogy a Snyder vágás egy nagyon-nagyon más igazságligája film lesz. Jöjjenek hát a legizgalmasabb, legmenőbb részletek, amiket a trailerből kiszúrtunk. Először is meg kell jegyeznünk, hogy az egész tréler alatt Leonard Cohen Halleluja című száma szól, amely a Watchmen egyik kulcsjelenetében is felcsendül. Úgy tűnik, nagyon bírja ezt a dalt. Az előzetes magával Darkseid-dal nyit, azaz Snyder beváltja az ígéretét, és az apokalipszis ura tényleg felbukkan majd ebben a változatban. Ez a beállítás hasonlít ahhoz, amely a mozi változatban is látható, csak itt Darkseid veszi át Steppenwolf helyét az újistenek és a föld ősi őrzőinek masszív csatájában. Mint tudjuk, Darkseidot teljesen kivágták a mozi változatból, Steppenwolf is csupán csak egyszer említi őt. A Darkseid. Ez az új beállítás Supermanről, meg egy szép nagy bibiről a mellkasán azt sugallja, hogy az a halálos csapás a BVS-ben, amit Doomsday mért rá, mégsem volt annyira halálos. Ezt követően láthatjuk a DCEU jövőjét, amely megegyezik azzal a pokoli, apokaliptikus világgal, amit a BVS Nightmare jelenetében már megpedzegettek. Még a Liga főhadiszállása is megsemmisült, sőt egy égett szélű Joker mintás kártyát is megpillanthatunk, szóval neki is annyi. Itt láthatjuk Diana-t azzal a nyilvesszővel, amit az Amazonok lőttek ki figyelmeztetés gyanánt a mozi változatban. Ott ugyan láthattuk, ahogy a nyíl elrepül, de ez a beállítás újnak tűnik. Ez itt egy a trélerekből ismerős, de a végső filmben nem látható jelenet, melyben Victor Stone bemutatja, mire képes a futballpályán, még mielőtt cyborgá nem változott. Snyder azt is megígérte, hogy fekete kosztümjében is láthatjuk majd Supermant. Itt ezt visel vele be egy kriptoninak tűnő építménybe vagy hajóba. Sőt, a tréler azt sugallja, hogy Clark Kent alig lesz látható a klasszikus vörös-kék ruházatában. A Curse Clemons által játszott Iris West egyike azoknak a karaktereknek, akiket teljesen kivágtak a mozi változatból, de a Snyder vágásban ő is visszatér. Ebben a jelenetben azt láthatjuk, ahogy Barry kimenti őt egy autóbalesetből. Úgy tűnik, mintha ekkor találkoznának először, magyarán nem egész életükben ismerték egymást, mint például a The Flash tévésorozatban. Vajon Cyborg kinek a sírjánál áskálódik itt? Lehet, hogy a sajátjánál? Vagy csak egy alternatív változatát láthatjuk annak, ahogy a csapat exhumálja a Superman testét? Ez is egy érdekes változtatás a mozi verzióhoz képest, itt ugyanis Aquaman szemlátomást visszautasítja Atlantiszi páncélját. Úgy tűnik, mélyebben magába kell néznie, mielőtt elfogadná örökségét. Ez egy olyan új istenségnek tűnik, aki se nem Darkseid, se nem Steppenwolf. A kapucni alapján arra tippelnénk, hogy ő Deszád, Darkseid gonosz jobb keze. Ez a jelenet egy egészen más feltámadás sugall Supermannek. Láthatjuk, ahogy Metropolis egén lebeg, miközben az emberek döbbenten figyelik, köztük Lois Lane-el. Úgy tűnik, a Joe Morton által játszott Silas Stone-nak egészen más lesz a végzete, mint a mozi verzióban. Szemlátomást akkor válik köddé, mikor az egyik anyadobozzal kísérletezik. A halála emlékeztet arra, ahogy Dr. Manhattan megszületett a szintén Snyder által rendezett Watchmenben. Itt közelebbről is megszemlélhetjük a Snyder vágás Steppenwolfját, aki meglehetősen másnak, idegenszerűbbnek tűnik, mint ahogy a mozi változatban festett. Az igazság ligája soha nem reflektált a BVS azon jelenetére, melyben Batman egy olyan jövőt álmodott meg, amit a gonosz Superman uralt. A Snyder vágás azonban talán elvarja ezt a szálat. Úgy tűnik, Barry ebben a jelenetben a sebességerőt felhasználva épp arra készül, hogy visszautazzon az időben, és magyarázatot adjon a BVS-ben látható fura kameójára. Szemlátomás Superman nem gonoszkodja végig a Snyder vágást, itt például egészen megható módon egyesül újra Lois Lane-el és Martha Kent-el. Ezúttal a digitálisan leborotvált bajszát is nélkülöznünk kell, hogy jobban hangulatba jöhessünk. Itt egy újabb beállítást láthatunk a Snyder-féle régi csatából, ezúttal Atlan király főszereplésével. Itt pedig Cyborg egy újabb jelenetét láthatjuk, melyben megakadályozza, hogy egy lángoló kocsi kilapítson egy rendőrt. Valószínűleg ezt az akciót akkor kell végrehajtania, mikor összecsap Supermannel. Ebben a jelenetben összeáll a teljes liga, és Superman még mindig a fekete öltözetében látható. Végül a tréler utolsó jelenetében Barry említést tesz több száz olyan, más bolygókon élő szuperhősről, akiket Darkseid valószínűleg már elpusztított. Ez persze nem fogja megingatni Batmant. Értékeljük az optimizmusodat, Betsy, de talán nem véletlen, hogy Snyder eredetileg két igazságligája filmet tervezett. Ez minden, amit az igazságligája Snyder vágásának első előzeteséből kiszúrtunk. Kimaradt volna valami? Írjátok meg a kommentek között, és ha tetszett a videó, akkor csekkoljátok a mozi verzióból készült sújtjó kritikánkat, abban bízva, hogy ebből nem kell majd hasonlót csinálnunk. És ha csípitek a DCEU-t, akkor nézzetek fel az IGN Shopba is, ahol most a DC fandom alkalmából egy rakat DC-s terméket vásárolhattok meg olcsóbban. Jók legyetek! Sziasztok!